Nagy öröm számomra, hogy erre az idei 2016-os Semmelweis napra, melynek a megünneplése mai napon 14 órakor az étteremben fog megtörténni. Megint sikerült a kórháznak egy olyan szolgáltatás, fejlesztést létrehoznia, amivel a betegek érdekeit szolgálhatjuk, és a magasabb szintű, minél magasabb szintű betegellátást tudjuk biztosítani azon betegeknek, akik ellátási felelőssége a miénk, illetőleg azon betegeknek, akik hozzánk fordulnak. Szeretném megköszönni mindehez az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint fenntartó, mint kórház fenntartó elvi és valószínűleg gyakorlati támogatását is, amit ehhez a kisebb, vagy attól függ, hogy hogy nézzük, kisebb-nagyobb felújításhoz, beruházáshoz kaptunk. A Bajcsi Zsilinszky Kórház kardiológiai osztályáról tudni kell azt, hogy ez volt Magyarország első kardiológiai osztálya. 1969-ben Kerkovics Gyula kardiológus alapította ezt az osztályt, és a család leszármazottait, akik itt vannak, külön szeretném tisztelettel köszönteni, és azért azt a kis személyes dolgot hadd mondjam el, hogy az élet úgy hozta, hogy mi az egyetemen úgy egyébként évfolyamtársak voltunk a család leszármazottaival, akik mindketten szakmabeliek. Vitték tovább a Kerkovics család hagyományát. A felújítás során, amit itt végeztünk, egy érdekességet szeretnék elmondani, hogy kiderült, hogy korábban ez a helység volt a kórház kápolnája. Csak azért érdekes, mert ugye ezelőtt körülbelül 2,5 évvel adta át a katolikus egyház támogatásával a kórház, az új kórház kápolnáját az intenzív osztály felett, amelyet Erdő Péter bíboros úrral közös munkánk volt. És picit elcsodálkoztam azon, hogy igazából a korábbi 45 évben, a korábbit azt a 90 előtti 45 évre gondolom, milyen szemlélet tudott uralkodni abban, hogy gyakorlatilag egy kápolnát megszüntessenek, és nem az a baj, hogy egy intenzív kardiológiai egység lett mögötte, hanem az a baj, hogy maga ez megtörténhetett, és kibontottuk azokat az oszlopokat az építkezés során, ezt majd fogják látni, amelyek a kápolna saját oszlopai voltak, és összekombináltuk a modern technikát, a modern technológiát, a modern építészetet egy picit a hagyományossal, és ezeket az oszlopokat külön kőfaragóval rendbe rakattuk, és olyanná tetettük, hogy a megfelelő higiéniai szempontoknak is eleget tegyen. Úgyhogy nagyon érdekes látvány lesz, majd meg fogják látni, hogy a modern álmennyezetes légkondicionált helységben két hasonló oszlopot fognak találni, amit nem engedtem elbontani, hanem meghagytuk az eredeti formájában. A kardiológiai osztálya a kórháznak ugye az infarktus ellátásban részt vesz, az infarktus ügyeletben, illetőleg egy körülbelül fél évvel ezelőtti fejlesztéssel bevezettük az úgynevezett rotablációs technikát is, erről főorvos úr fog majd beszélni, ami azt a lehetőséget adja meg a nálunk kezelt betegeknek, hogy azokat a koszorés szűkületeket is át tudjuk törni, amelyek olyan fokban meszesek egy-egy infarktus kezelés vagy bármilyen koszorértágítás alkalmával, hogy a hagyományos tágítási módszerrel már nem kezelhetők. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a megjelenést. Annyi technikai dolgot hadd mondjak el, hogy fél kettő magasságában egy élő adás kapcsolást fog a Magyar Televízió egyes csatornája innen
kapcsolni, és ehhez picit majd igazítanunk kell az ünnepség végét, a szalagátvágás idejét, ott muszáj alkalmazkodjunk majd a 13 óra 33 perchez, amikor ez lesz, és az akkor fog megtörténni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, köszönöm a megjelenést, és átadnám a szót dr. Andrássy Péter főorvos úrnak, aki a kardiológiai osztály vezetője. Mielőtt átadnám, csak egyetlen egy gondolatot engedjenek meg Andrássy főorvos úrról, ami nekem egy kis büszkeség, és három kollega van a Bajcsi Kórházban, aki amióta vezetem a kórházat, Európa, Nyugat-Európából tért vissza, és Magyarországon vállalt orvosi munkát, és mindezt a Bajcsi Kórházban tette, és ebből az egyik büszkeségünk az Andrássy főorvos úr. Úgyhogy ennyit bevezetőként, és akkor átadom a szót. Nagy öröm ez számunkra, hogy az elmúlt 35-45 év alatt kissé elhasználódott őrzőnket gyönyörűen felújítva és egy modern intenzív osztály követelményeinek megfelelően a mai napon újra birtokba vehetjük. A felújítás sürgető jellege nagyon gyorsan zajlott, koncentrált csapatmunkát igényelt. Aki építkezett már, vagy személyesen részt vett nagyobb mértékű lakásfelújításban, tudhatja, hogy a kivitelezés során az összes résztvevő jó szándéka ellenére is elkerülhetetlenek stresszes, vitával terhelt szituációk. Egy ilyen helyzetben a következőket mondta nekem valaki. Elegem van belőle, hogy a Bajcsi Kórházban minden a te őrződ körül forog. Elgondolkodtam magamban, hogy ki is ez az őrző. Igen, az enyém is, nem fogom hazavinni, de magaménak érzem és kötelességemnek tekintem, hogy a Kerkovics tanár úr teremtette hagyományokhoz hű legyen, hogy Zámai tanár úr betegekkel mutatott emberséges magatartásához és szakmai igényességéhez méltó legyen. Ki ez az őrző? Az itt dolgozó, havonta 220-240 munkaórát teljesítő nővéreké, akik kevéske szabadidejükben is részt vettek a tervezésben, a költözésben, mert ők is magukénak érzik az ICE-t, mi csak így hívjuk, hogy ICE. Az ICE az osztály kardiológus szakorvosai és a részlegvezetői Rubowski doktoré, az ő szakmai szigoruk, oktató tevékenységük és naprakész kardiológiai tudásuk biztosítja a betegellátás egyenletes színvonalát és azt, hogy fiatal szakorvos jelöltjeink önállóan is bátran állíthatom, nyugat-európai elvárásoknak is megfelelő színvonalon, és néha az ott tapasztaltnál nagyobb odaadással lássák el a betegeinket. Ezeké a fiatal orvosoké, a jövő szakorvosai is ez az őrző. Az ICE, a Bajcsi Kórház új orvosigazgatásáé is, Szabadka Hajnalka orvosigazgató asszonyi, akinek megértő támogatása nélkül úgy hiszem, most nem állhatnánk itt ezen az ünnepségen. Az ICE természetesen Bodnár főigazgató úr is, akivel már régen terveztük ezt a felújítást, és az anyagi nehézségek ellenére a végső engedélyt kiadta a felújítási munkálatokra. A kórház vezetésén kívül hálásak vagyunk az Árda Imre Alapítványnak, mely a betegek és gyógyszercégek adományaiból jelentős összeggel támogatta a felújítást. Köszönetet kell mondanunk a Vascular Venture Kft.-nek, mely ugyancsak támogatta a felújítással kapcsolatos munkálatokat. Az őrző persze sokaké még, de a betegekért épült, nélkülük fölösleges lenne. Úgy gondolom és remélem, hogy elsősorban ők, az évente itt kezelt több mint 600 infarktusos és 500 egyéb súlyos állapotú szívbeteg fog profitálni a legtöbbet ebből a felújításból. És mint látható, ők a legtürelmetlenebbek is, mert az első két beteg már a hivatalos átadó előtt birtokba vette az intenzívet. A pénzhiány, a budapesti fejlesztések azok nagyon gyakran nem valósulhatnak meg, mert ugye az európai besorolás szerint mi központi régió vagyunk, és ilyen szempontból hátrányos helyzetben. Mégis hogy sikerült ez a fejlesztés? A Bajcsi Kórházban, mióta én vezetem ezt az intézményt, bő 3,5 éve, azt a elvet követjük, hogy step by step, tehát lépésről lépésre
próbálunk a kórház a saját bevételeiből mindig félretenni kisebb összegeket arra vonatkozóan, hogy különböző fejlesztéseket meg tudjon csinálni. Számos ilyen fejlesztés volt az elmúlt 3,5 évben, ez annak egy lépése egyébként. Meg is kellett tegyük, mert kardiológiai intenzív osztályunk bár szakmailag teljesen rendben volt és működött, a maga építészeti leg viszont már nem lehetett tovább húzni a felújítását, viszont ha már megcsináltuk, akkor úgy voltunk vele, hogy akkor már rendesen megcsináljuk természetesen, és azt gondolom, hogy ez a legracionálisabb döntés egy ilyen esetben. És gyakorlatilag így saját forrásból gazdálkodtuk ki első körben ennek a költségeit, viszont egyidejűleg azért jeleztük az Állami Egészségügyi Ellátóközpontnak, a fenntartónknak ezt a problémát. Ő nekik rendelkezésre áll bizonyos keret ilyen projektek támogatására, és jelenleg van döntés alatt, és úgy tudom, hogy nem akarom elkiabálni, hogy jól állunk abban a döntésben, hogy ennek a kis felújításnak, beruházásnak egy jó részét utólag az Állami Egészségügyi Ellátóközpont megfinanszírozza. Itt ebben a résznekben évtizedek óta zajlik ez a típusú betegmentő szolgálat. Voltak éppen, hogyha egy kicsit beavat bennünket abba, hogy milyen új módszereket vezetnek be mostantól, akkor azt megköszönjük. Ja, talán ugye itt a teljes kardiológiai profilt csinálja a kórház a szívsebészeten kívül, és a Bajcsi Kórház volt az első, aki a szívkatéteres eljárást úgy vezette be, hogy közben a kórházban szívsebészeti háttér nincs. Ez egy nagyon komoly úttörő előrelépés volt egy bő évtizeddel ezelőtt, ma már ez egy megszokott dolog. Ami változás történt egyébként ezen a területen, hogy bevezettük februárban az úgynevezett rotablációs technikát a szívkatéterezésben, ami azon betegek kezelését segíti, akinek van egy infarktusa, vagy egy még nincs infarktusa, de van egy nagyon komoly koszorúér szűkülete, és olyan messzes a koszorúér, hogy a hagyományos technikával nem tudjuk áttörni ezt a messzes plakkot, és nem tudjuk a koszorúerek keringését megfelelőképpen biztosítani. Ebben az esetben egy kis fúró fejet, ami hasonló a fogorvosi fúróhoz, juttatunk be egy katéteren keresztül a koszorúérbe, és gyakorlatilag átfúrjuk ezt a területet, és miután átfúrtuk, azt követően beleteszünk egy úgynevezett stentet, amit úgy kell képzelni, hogy ugye magába a nagy csőbe, a koszorúérbe, ami egy cső gyakorlatilag, beleteszünk egy speciális másik csövet, ami kifeszíti, kitámasztja ugye az ér lumenét, és innentől kezdve biztosítani tudjuk a keringést. Ez azért fontos, mert így nem kerülhet senki olyan helyzetbe, semmelyik betegünk, hogy elkezdünk egy beavatkozást, és egy olyan helyzetbe kerül, hogy mondjuk át kell küldeni beavatkozót egy másik kórházba, úgyhogy ez egy komoly előrelépés, és így gyakorlatilag minden koszorúér szűkületet és infarktust, aki időben érkezik a kórházban, azt megfelelőképpen el tudunk látni. Tisztelettel köszöntöm valamennyi dolgozónkat és valamennyi vendégünket a 2016 évi Semmelweis nap alkalmából. Megtisztelő számomra, hogy mind a vendégek, mind a dolgozóink ilyen nagy számban megjelentek. Azt gondolom, hogy a kórházunk most is mutatja azt, hogy egy összetartó csapat dolgozik itt, és ez is bizonyítéka annak, amire szoktam mondani, hogy nekem mindig megkönnyíti a munkámat, mert bőven van, akikre számíthatok. Ilyenkor mindig megköszönöm, és ezt most is megteszem, az önök munkáját, azt az áldozatkés munkát, amivel a Magyar Egészségügy és ezen belül a Bajcsi Kórház működésének fenntartásához minden erővel hozzájárulnak. Annak ellenére, hogy az ágazat, mint tudjuk, sajnos a rendszerváltás óta nincs könnyű helyzetben. Való igaz, hogy a kollégáink lelkesedése tartja fönn, egyre nehezebben tartja fönn. Én azt gondolom, hogy egyetlen dologra koncentrálnék csak az egészségügyben tervezett változások közül, és ez az, hogy eljutottunk most odáig,
és nem szabad azt gondolom hagyni, hogy ezt az örömet bárki is elrontsa, hogy egy olyan valós és érdemi béremelési rendszer indul meg ősztől az ágazatban, amit mindenki érezhet. Nyilván nem fogja egyelőre ez elérni az nyugat-európai béreket, viszont azt gondolom, hogy a szándékot, a valós megbecsülést és a probléma valós felismerését ez bizonyítja. És nagyon bízom abban, és erre ugye konkrét ígéretek is vannak, hogy azok a területek, amelyek jelennél még jelenleg nem egyértelmű a béremelés mikéntjének a kérdése, gondolok itt műszaki területek, gondolok itt a szakdolgozók bizonyos munkaköri csoportjának területeiről, amikben még vannak jelenleg kérdések. Ezeken a területeken is meg fog történni a béremelés, és nem egy béremelés, hanem egy olyan életpálya modell, amely biztosít egy felzárkóztatást, nyilván nem rövid távon, mert azt sajnos a magyar gazdaság nem tudja jelenleg kitermelni, viszont tekintettel, hogy az ország gazdasági mutatói jelentősen javultak az utóbbi években, ezért biztosítja a lehetőséget arra, hogy ez egy folyamatos béremelés legyen, és végre a magyar egészségügyi dolgozók megkapják ugyanazt az elismerést, amelyet tőlünk nyugatabbra is megkapnak középtávon. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ugye ezt mindig próbáltam pedzegetni minden ilyen szemüvesznap alkalmából is, meg karácsonyi ünnepség alkalmából is, meg minden olyan esetben, amikor így többen összejöttünk. De hál' Istennek most azért konkrétumok vannak már a dolog mögött, és ha ez a történet most már biztos, hogy elindul. Ez egy óriási dolog. A többi változtatás az még egyelőre kérdéses. Egy biztos, Bajcsi Kórház egy stabil szakmai alapokon álló intézmény, amely, ahogy szoktam fogalmazni, jelenleg a traumatológián kívül tulajdonképpen a teljes orvosszakmát lefedi, és általában kettes vagy legtöbb esetben hármas progresszivitási szinten. Ez a kórház azt gondolom, hogy nem csereszabatos, és nem pótolható. Tehát itt mindenkinek biztos munkahelye van. Ez a kórház, ez biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy, amilyen a múltja, ugyanolyan sokáig még legalább működni fog. Az, hogy ugyanezen a magas szinten, az rajtunk múlik nyilván, de én ebbe is biztos vagyok, hisz úgy látom, hogy mindannyian mindent megteszünk ezért. Nem szeretném túlzottan szaporítani a szót, nagyon sok mindent elmondhatnék még, viszont ugye, ahogy szoktuk ilyenkor, szeretnénk elismerni azokat a munkatársainkat, akik kiemelkedően tettek az elmúlt évben az eredményekért. Nagyon sok mindenkit kitüntethetnénk még azon kívül, csak ugye akkor a kitüntetéseknek az értéke kicsit elavul, hogyha minden évben minden embert, meg ugyanazokat mindig kitüntetjük, úgyhogy nyilván, hogy sokkal többet is kioszthatnánk, de most olyanokat osztunk, akik az elmúlt időben nem kaptak, és komolyan hozzátettek a Bajcsi Kórház teljesítményéhez. És ebben az évben is, majd ahogy fogják látni, van külsős kitüntetettünk, akik, pontosabban jól mondom, mert kettő szeméről van szó, akik nem bajcsis dolgozók, hanem külsősként segítették a kórház működését és a kórház hírnevének az erősödését, amire azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy komolyan megtörtént az elmúlt időszakban, és ezt vissza lehet hallani, akár szakmai, akár média, akár bármilyen, akár az állami vezetés, akár egyéb bármilyen körökből.